Kerékbárci Szabolcsal folytatjuk a műsort. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó. Angela Merkelnek volt egy egészen furcsa nyilatkozata tegnap, jelent meg a sajtóban. Már a leírata, ez egy tévéinterjú volt, ahol azt mondta, hogy nem kell Magyarország ellen rögtön a könnyűlovasságot bevetni. Ami azt jelenti, hogy azért baja van velünk, legfeljebb nem akkora, vagy hogy kell ezt érteni? Igen, tehát ez a tipikus esete annak, hogyha negatív állítás van, akkor valójában a pozitív állítás, amit eltakar vagy elfed a valódi üzenet. Merkel kancellár egy nagyon diplomatikus államhölgy, Európa egyik legfontosabb vezetője, tőle érdemes megfontolni ezeket a mondatokat. Ami a legfontosabb szerintem Magyarország számára, és ezt az egész társadalomnak be kell látnia, nem csak a politikai osztálynak, hogy szabadság nélkül nincs jólét Magyarországon, demokrácia nélkül nincs jólét Magyarországon. Szabadságot és demokráciát csak az Európai Unió, illetve az Euróatlanti Szövetségi Rendszer jelenthet Magyarország számára. Aki a tűzzel játszik, amikor azt mondja, hogy van Európán kívül is élet, meg nem kell komolyan venni, és támad bennünket az Európai Unió, az valójában Magyarország szabadságát, illetve a demokráciát kockáztatja, és ezzel nem csak a magyar nemzeti érdekeknek okoz kárt, hanem az európai közösségnek is. Angela Merkel jobboldali politikus, ugye ez köztudott. Egy olyan felvetésre reagált ilyen módon, hogy nem kell rögtön a lovasságot bevetni ellenünk, amely konkrétan azt fogalmazza meg, hogy Magyarországot zárják ki az Európai Unióból antidemokratikus magatartás és az Európai Unió alapeszményének folyamatos megsértése miatt, meg a szerződés folyamatos megsértése miatt. Nem azt mondta Angela Merkel, hogy ez butaság, nem azt mondta, hogy semmi alapja nincsen, hanem hogy igazából azt mondta, hogy lassan a teste, nem kell annyira rohanni. Igen, erre mondom, hogy ez egy nagyon komoly jelzés, de azért hozzátette, hogy Európának érdeke, hogy Magyarország benne maradjon az Európai Unióban. Tehát itt már konkrétumokról kell beszélni. És utána a magyarázat még súlyosabb, hogy azért kell benne maradni az Európai Unióban, mert az Európának nem marad más eszköze. Igen, egy kontrollt is jelent. Magyarország fölötti kontroll. Így van, tehát az Európai Unió ugye egy értékközösség, azt látni kell, hogy Magyarország nem a legszélső állama az Európai Uniónak, hogyha innen kiesne egy ország, akkor ez azt jelenti, hogy akár egy dominó effektus is elindulhatna, egy fertőzési góc lenne Magyarország ebben az esetben. Szerintem a német kancellár egy nagyon komoly üzenetet fogalmazott meg, ugye nagyon sokan szokták bírálni a kereszténydemokrata jobboldali vagy konzervatív politikusokat az Európai Unióban, hogy nem elég határozottak a Fidesszel és Orbán Viktorékkal kapcsolatban. Azért ez egy nagyon nagy közösség, ezt teljesen korrektül el kell mondani. Van az Európai Néppártban, ugye az Európai Kereszténydemokrata pártokat tömörítő európai párt. Vannak liberális konzervatívok, és vannak egészen populista, demagóg jobboldali pártok. Ide lehet sorolni a Fideszt is, és van egy nagyon nagy gyűjtőpárt, a CDU, a Német Kereszténydemokrata Párt, amelynek Merkel kancellár az elnöke, és a tényleges vezetője. Nos, ennek a pártcsaládnak is egyensúlyoznia kell azért, rengeteg érdeket kell képviselni Európán belül. Most Merkel egy nagyon határozott üzenetet fogalmazott meg, a kormánnyal szemben, tehát azért ezt mindig hangsúlyozzuk, itt ebben a műsorban is többször elhangzott már, senki nem a magyar nemzetet, a magyar népet, vagy Magyarországot, mint... De a magyar kormány pont azt mondja, hogy ezzel Magyarországot támadják. Hát mert az az érdeke, hogy elkenje a bírálatokat, az az érdeke, hogy a szabadságharcos retorikát kiterjessze mindenkinek. Bajnai Gordon azt mondta, hogy Orbán elindította Magyarország hosszú menetelését kifelé az Unióból. Orbán Viktor meg azt mondta két nappal ezelőtt, hogy az európaiság az Európai Unió híve. Ez a kettős beszéd Orbán Viktor részéről, hát emlékszünk arra, hogy arra mondására néhány évvel ezelőtt, hogy van élet az Európai Unión kívül, nincs élet Magyarország számára az Európai Unión kívül, szabadság, demokrácia és jólét az Európai Unión belül biztosítható Magyarország számára. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor lehet, hogy kokettál egy olyan gondolattal, hogy ha választania kellene a hatalma,
pozíciója, szavazatai biztosítása és az EU között, ha egy ilyen ultimátumot kapna, lehet, hogy az elsőt választaná, de én sem elemzői, sem senki részéről nem tartom a szerencsésnek, hogyha egyáltalán abban gondolkozunk, vagy beszélünk arról, hogy van élet az Európai Unión kívül, nincsen. Tehát nekünk, mindenkinek, újságíróknak, értelmiségieknek, üzletembereknek afelé kell terelnünk a környezetünket, és a közbeszédet is úgy kell beállítanunk, hogy az Európai Uniónak nincsen alternatívája Magyarország számára. Hát de élet van az Európai Unión kívül, ez kétségtelen, azt azért látnunk kell, észre kell vennünk. Az Európai Unión kívül például egy csomó állam nagyon szépen növekszik, ezekkel próbálja Magyarország tartani a kapcsolatot. Türkmén, üzbég vegyes bizottságok, gazdasági vegyes bizottságok alakultak. A fehér orosz mondjuk nem ebbe az irányzatba tartozik, az egy érdekes gondolat. Igen, de Magyarország egy kicsi nyitott erőforrásokban szegény ország. Vélhetően a Fidesz sem játszana el a gondolattal, hogy keletre irányítja át az ország szekerét, hogyha ezekben a közép-ázsiai és más országokban nem lennének természeti erőforrások, amelyek fontosak lehetnek Magyarország számára. Tehát Magyarország ezért hangsúlyozta... Tehát nem ez ellen foglalunk állást, amikor azt mondjuk, hogy Magyarországnak nincs jövője az Európai Unión kívül, tehát igenis tartsunk kapcsolatot olyan országokkal, ahol van ásványi anyag, van kőolaj, Magyarországnak, mint stratégiai partnerség tekintetében nincsen alternatíva. Ezért mondtam, hogy szabadság jólét csak demokrácia mellett biztosítható, tehát a anyagi jólét is csak és demokrácia mellett biztosítható, ez pedig Magyarország számára csak az Európai Unióban érhető el. Egyébként Türkmenisztánban, vagy Kazaksztánban, vagy Belarusban függően ugye az országoktól van egyfajta relatív jólét, vagy relatív fejlődés, de hogy szabadság nincs, és demokrácia nincs, az egészen bizonyos. Na, mi meg ehhez ragaszkodunk elsősorban, vagy ragaszkodjunk legalábbis. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm.